Nem kétséges, hogy a Magas Tátra minden évszakban számos lehetőséget kínál az odalátogatóknak. A többségnek persze azonnal a síelés jut eszébe, azonban a lehetőségek tárháza ennél sokkal gazdagabb. Azoknak, akik azt mérlegelik, mi újat látogathatnának meg Tátra-Lomnicon, számos új vendéglátóipari egységet kínálnak. Egy jó kávé mellett hamar megtudhatják a helybéliektől, hogy Tátra-Lomnica a legfiatalabb tátrai település. Tátra-Lomnica legmagasabban fekvő és a legmeredekebb sípálya, a Lomnici hágó kiinduló pontja. A gyermekes családok különösen kedvelik a 6 kilométeres, enyhén lejtő, kevésbé nehéz pálya adta lehetőségeket. A kőpatakitó a síelő szülőknek egy új szolgáltatást, gyermekfelügyeletet is kínál. Azért jöttünk ide, mert iskolával vagyunk sítúrán, 61 diákkal, és most már hosszú időre visszamenőleg ide járunk, itt szállásolnak el minket a Zora panzióba. Gyönyörű a táj, tényleg a Lomnici csúcs itt van karnyújtásra tőlünk, és tényleg itt minden adott. Minden feltétel ahhoz, hogy jól érezzük magunkat. Aki kíváncsi a Magas Tátra növény- és állatvilágára is, ellátogathat a Tátrai Nemzeti Park Múzeumába. Aki azonban egy igazi nagy adag tátrai adrenalin fröccsre vágyik, azzal az is megeshet, hogy Tátra-Lomnic utcáin egy valódi medvével találkozik. A Magas Tátra városa azonban ura a helyzetnek. Az viszont tény, hogy az utóbbi években a medvék egyre bátrabbak. Legutóbb 2016 tavaszán történt az az eset, amikor egy medve fényes nappal tört be az egyik panzióba. Minden esetre ez a környék a karizmatikus ragadozók csodálatos világa. Látogatóink nagyon kedvelik a helyi nevezetességeket, a Tátra jelképeit. Ide tartozik a tátrai zerge, a mormota. Kivételes ritkaságnak számít a mi sórákunk, ami Szlovákiában csak itt, a Furkuta völgyben található tóban él. A kiállított tárgyak között van még egy nagyon érdekes, az úgynevezett tátrai dinoszaurusz lábnyoma, amelyet a Tátra nyugati részén, a Csendes völgyben fedeztek fel. A dinoszaurusz lábnyomát szándékosan nem mutatjuk meg önöknek, ám egyedül is a keresésére indulhatnak. Lehet, hogy közben a nagy szlovák hegység más lakóival is találkoznak. Tátra-Lomnic a Magas Tátra nem csak legfiatalabb, hanem legnagyobb téli síközpontja is. És itt nem csak magyar diákokkal, hanem cseh turistákkal és lengyel hegymászókkal is találkozhatnak. Sőt, a híres osztrák, ám de szlovák származású írónővel, Zdenka Beckerrel is. Itt olyan dolgokat is felfedezhet az ember, amelyek ideáig tabunak számítottak a nyilvánosság szemében.
A múzeum részét képezi a nyilvánosság elől elzárt kivételes növénygyűjtemény is. A tátrai vegetáció 1957 óta történő változásait dokumentálja. Természetesen történelmi emlékeket is tartalmaz, például Scherfel Aurel Vilmostól származókat. Nagyon szép az a herbárium, amit a szerző Kalkbrenner Károly a híres botanikus 50. születésnapja alkalmából állított össze. És aki tudni szeretné, hogy őseink hogyan győzték le a tátrai lejtőket, látogasson el a Sí Múzeumba. Az 1909-ben épült Tátra Lomnici boppájánál és fából készült sí felvonónál járunk. A jobb oldalon látható bobok 1908-ból származnak. Egy ötfős csapatnak készültek. Az a bob, amiben most ülök, óránként 80 kilométeres sebességgel tudott menni. Bizony, nagyon-nagyon veszélyes volt ezzel a bobbal szágoldani. Amikor pedig Tátra Lomnicra beköszönt a nyár, a természet egészen más arcát mutatja az oda látogatóknak.